Szegedi Tudományegyetem bölcsészet, és most már így hívják, társadalmi tudományok karára számos ünnepsége van, de én hozzám ez az ünnepség áll a legközelebb. Egy olyan ponthoz érünk el ezen ünnepség kapcsán, amely meghatározza a karunknak az életét, hiszen egy egyetem, egy kar, az nem épületekből áll, hanem emberekből, akik itt tanítanak, illetve azokból, akik itt tanulnak. 1951, 1956, 1961, 1971. Az egyetem elvégzésének az éve. 70, 65, 60, illetve 50, ez pedig azoknak az éveknek a száma, ami azóta telt el, hogy a teremben ülők átvették a diplomájukat az egykori szegedi bölcsészkaron. Most pedig azért gyűltek össze, hogy ezt megünnepelve rubin, vas, gyémánt, illetve aranydiplomát vehessenek át. A díszdiplomát adó mindig megható ünnepség a résztvevőknek. A közösen megélt emlékek felidézésének ideje, de egyben az emlékezés azokra is, akik már nem lehetnek itt, az auditorium maximumban. Csodálatos érzést átvenni az aranydiplomát ott, ahol 50 évvel ezelőtt ugyanebbe a terembe vettem át az első diplomát. Lényegében az egész életutam megelevenedik előttem, ezt jelenti az aranydiploma. Megelevenednek tanítványaim, családom, és a nagy családom, az egyetemmel való kapcsolat is. Mind-mind elevenen él most az emlékezetemben. Ambivalens érzések vannak. Az egyik az, hogy öröm fog el, hiszen itt lehettem még 65 év után újra az egyetemen. Viszont ugyanígy bennem van az a fájó érzés, hogy 50 főből állott az évfolyamunk annak idején, és egyedül álltam itt. Önmagában sem több, sem kevesebb nem leszek, de egy szép jelzése annak, hogy mennyire jó volt ide járni, és mennyi minden történt az alatt, az ernyő alatt az életemben, amit az a tudás és az a megalapozás jelentett, amit ez az egyetem hozott. Ez a terem akkor is, ma is a szegedi BTK legnagyobb előadó terme. Nem is változott túl sokat azóta, hogy a díszdiplomára várók itt koptatták a székeket. Talán kicsit korszerűbb a technika, nem oly régiek a táblák, és már lehet emlékezni arra, ami 1956-ban itt történt. Az itt ülők aktív ideje a szocializmus korára esett. Nem voltak könnyű évtizedek, főként azoknak, akik tanárként, társadalomtudósként vagy éppen újságíróként tevékenykedtek. Erre is emlékezett beszédében Körmendi János, aki tanárként dolgozott középiskolában, oktatott a Kodolányi János főiskolán. Mi vagyunk azok, akik végig dolgoztuk a kádári időszak évtizedeit, ezt a tudathasadásos időszakot, szakmai tisztasággal, elhivatottsággal és becsületünk megőrzésével. Mi vagyunk azok, akiket a rendszerváltó kormányok kész szakemberekként örököltek az előző rezsimtől, de ha kellett, átképeztük magunkat, hogy megfeleljünk az új követelményeknek, az új tulajdonalapú társadalom követelményeinek. És mi vagyunk azok, akik megbarátkoztunk az internet és a digitalizáció világával. Csak hogy itt már nem mi voltunk a tanítómesterek, hanem gyerekeink és unokáink. Ha összegezni akarom az elmúlt évtizedek eredményeit, akkor azt tudom jelenteni dékán úrnak, hogy megcselekedtük mindannyian azt, amit a haza megkövetelt tőlünk. Kikő a maga helyén, kikő a maga idejében. Jónás József is szólásra emelkedett. Ő tanárként dolgozott még nyugdíjba vonulása után is. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy szerinte milyen meghatározó egy fiatal életében az alma mater. A mi szellemünk, lelkünk itt formálódott 5 éven át. Akik lettünk tanárok, az 5 esztendő minden perce determináló perc volt számunkra. Minden perce formálta utunkat, közönjük.
Mindenek előtt köszönjük az égiek védnökségének, hogy a diplomaszerzéstől immár eltelt 50-60 év után is itt lehetünk az ünnepségen. Számomra különösen azért is feledhetetlen élmény, mert 60 éve államvizsgázott, és 85 évesen megértem a jeles napot. Bevallom, megilletődve állok itt önök előtt, és kicsit zavarban is vagyok. Mert egyetemi éveim gazdag emlékei járják most át szívemet. Persze a ma fiataljai még nem kell, hogy érezzék az idő szorítását, még nem kell, hogy tudják, hogyan kell élni a diploma adta lehetőségekkel. Nekik csak jó egyetemistának kell lenniük. De azért néha érdemes megnézni, hogy mire jutottak azok, akik évtizedekkel ezelőtt itt végeztek. És meghallgatni, mit üzennek az elődök. Tanuljanak, 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 készüljenek az életre, és hát itt ugye olyan szakmai fölkészülést folyik, ami csak az életbe való belépést jelenti. A diploma is csak a jogosítványt jelenti, hogy elkezdhetjük a tanítást, és utána képezzék magukat tovább, önképzéssel, szervezett képzéssel, és majd igazán az élet lesz az igazán nagy tanítómester, amikor eltelik néhány évtized, akkor válnak igazi tanítómesterré.